Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma kapsz egy jó hírt. Erre utal a Hold és Merkur bolygó, hiszen a mai napon a Hold eléri Merkur bolygót, és együtt hatnak. Mert a mai napon van egy Hold-Merkur konjunkción. Merkur bolygónál kommunikációról van szó, és a Holdnál érzelmekről. Most megtekintjük a te lelki társadat, az ő jelenlegi helyzetét, és erre utal itt ez a kártya. Ő beszél most valakivel, mivel a háttérben termésről van szó, számomra ez a munkát jelenti. Ő beszél egy kollégával. És miről van szó? Vagy a munkáról, vagy az önmagán életéről. A képen láthatjuk, hogy itt van a kezében ez a kasza, és a kasza elvág valamit, vagy elvágja az ő félelmeit, különösen ami a munkát, az anyagiakat illeti, vagy vállófélben van, és erről beszél most ezzel a másik férfival. Ő felszabadultnak akarja érezni magát, hiszen ennél a képnél a levegő eleméről van szó, amire itt ez a madár is utal. Valamit lezár az életében, vagy a félelmeket, vagy a munkahelyét, vagy egy kapcsolatot, és pontosan erről beszél ezzel a másik férfival, az lehet a kollégája, vagy lehet egy jó ismerős is. A következő kártyák utalnak az ő gondolataira, az ő terveire. A felhő azt jelenti, hogy itt valami még átláthatatlan. Mellette ott van a kígyó, az utalhat egy nőre a múltból. A harmadik képen újra megjelenik ez a kasza, tehát ő elvágja ezt a kapcsolatot, itt szakításról van szó. Amit a felhő még jelenthet, fél évet. Az lehet, hogy az utolsó kapcsolat ezzel a nővel fél évvel ezelőtt volt, és ez a nő újra jelentkezett nála, de minden olyan beborult, és ő elvágja ezt a kapcsolatot. Nem jelentkezik ennél a nőnél. Amire a kígyó még utalhat, ezek a megújulások. Ennek van egy gyógyító hatása is. És mivel jelenleg még bizonytalan minden, kell fél év, mire itt megvan ez a gyógyító hatás. És ez a kasza utalhat operációra is. Tehát lehet, hogy valaki beteg a környezetében, az lehet az anyukája is, és nem tudni jelen pillanatban azt, hogy fognak alakulni a dolgok, kórházba kerül-e, igen vagy nem, lesz itt egy operáción vagy sem. A következő kártyák utalnak az ő érzelmeire. Itt van még bosszúság a pénz miatt. Itt arról van szó, hogy vagy akar valaki pénzt tőle, és emiatt van ez a bosszúság, de megvan a remény, hogy ő tisztázza a dolgokat, akkor is, ha még itt minden olyan átláthatatlannak tűnik, amit még jelenthet, hogy ő sokat dolgozik, mint ez a kártya utal a munkára,
és keveset fizetnek érte, pontosan ez bosszantja őt, és a kasza az jelenthet egy munkahelyi változást, itt megvan erre a remény. Ő üzen valamit, te kapsz egy hírt, és hogy hat ez a hír rád, hogy állsz hozzá, erre utal itt ez a kártya. Itt felül látható a 8-as szám, és az mindig olyan húzavonára utal. Tegyem vagy ne tegyem, bízzak-e benne, igen vagy sem, így fog rád hatni. Nem azért, mert ő rosszat közöl veled, hanem utal a múltra. Te így élted ezt át, te félsz attól, hogy ugyanúgy viselkedik a jövőben, mint ahogy a múltban tette, és ezt elbizonytalanít téged. Van rá okod, hogy gondolkozz róla, vagy az eseményekről, vagy erről a hírről, erre utalnak a következő kártyák. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik, és ő közeledik hozzád érzelmekkel, hiszen a kelyhek az érzelmekre utalnak. Ő még bizonytalan, mint ez a fiatal fiú itt a képen, nem tudja, hogyan kellene kifejeznie magát, de amit átnyújt, ez az arany kehely, és az utal az ő érzelmeire. Itt nem csak vágyakról, reményekről, álmokról van szó, hanem ez az arany érem utal a föld elemére, és az jelenti a reális dolgokat. Tehát ő ezt az álmot szeretné megvalósítani. Amit még ez az arany érem jelent, ezek az anyagiak, amit neki itt rendbe kell hoznia, hiszen itt van a bosszúság, nem csak az anyagiakat, hanem a munkát is, az sem tetszik neki, mert el akarja itt ezt vágni, tehát tervez egy munkahelyi változást. Amit ez a kép, ez az arany érem még jelent, a belső értékek, te értékes vagy számára. És itt van egy angyali üzenet. Itt látható ez a bot, és ez kivirágzik. Pontosan ez, amit ő átnyújt számodra. De figyelj oda a virágokra, mert ez kellemes, utal a jövőre, és a bot jelenti a tűz elemét. Neki meg lesz a bátorsága ahhoz, hogy jelentkezzen nálad, beszámoljon arról, hogy mi a helyzet, és fontos az, hogy elbúcsúzz ettől a kártyától, mert ez a múltra utal, és bízz a jövőben, itt lesz egy új kezdet, itt érzelmekről van szó, és értékekről. Ez a kép utal a jövőre, itt kivirágzik valami. A következő kártyák mutatják a te érzelmeidet. Itt ezek a kártyák utalnak a te érzelmeidre, vagy arra, hogy hat ez a hír rád, mert ez befolyásolja az érzelmeidet. Itt az első kártyán látható ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. Amit ez a kártya még jelent, az időpontot. A megfelelő időben a megfelelő helyen lenni, ennél a kirakásnál azt jelenti, ez a hír pontosan akkor érkezik hozzád, amikor ez számodra fontos.
Itt látható ez a kehely, és ez utal a te érzelmeidre. Ez a hír kihat az érzelmekre. Azon kívül jelenti azt is, hogy te is szereted őt. Amit még ez a kártya jelenthet, ez a belső forrás, a te intuíciód, vagy inspiráció. És a csillagkép az lehet asztrológia, vagy egy spirituális terület, amit szeretsz, ahol megvan a tudásod, a tehetséged. És itt ez a főpap utal a sorsra, a sors utatok kereszteződött, itt lehet egy kármikus szerelemről is szó, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Amit ez a főpap még jelent a spirituális terület számodra, és itt a nap jelenti a fényt, a kisugárzást, de azt is, hogy sikered van ezen a területen. Ez a hölgy mutat számodra valamit, mégpedig az egyensúlyt, a belső egyensúlyt. Legyen meg ez a harmónia köztetek. Azon kívül jelentheti a témákat, hogy nálad nem csak ez a kapcsolat, ez a hír, ez a szerelem fontos, hanem egy művészi alkotás, vagy egy spirituális terület, ami téged szintén érdekel. És itt legyen meg ez az egyensúly, mindkettő fontos számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!